fajsúlyos parlamenti hét kezdődött el tegnap, amit az is jelez, hogy Orbán Viktor miniszterelnök személyesen válaszolgatott az őt bombázó ellenzéki képviselői kérdésekre. Hát nehezen lehet azt ráfogni a tegnapi ülésre, hogy konstruktív hangulatban zajlott, hiszen a kormányfőt faggató honatják mindegyike zsigerből támadott, és ugyanazt a narratívát folytatta, amit a választási kampányban vagyis a fidesz KDMP szerintük tönkreteszi ezt az országot, megszorításokat szabadít rá az országra, és a családokat sanyargatja. Ekközben azonban a hétvégi időközi választások eredménye elég sokat elárul a politikai erőviszonyokról a kormánypáti jelöltek ugyanis még a fővárosban is nagy számban felülkerekedtek ellenzéki riválisaikon. Borosbánk Levente, a média néző központ igazgatója érkezett hozzánk a stúdióba. Jó reggelt, Jó reggelt kívánok! Mit jelez a te meglátásod szerint az, hogy 32 időközi önkormányzati választásból 28-at a kormánypárti jelöltek tudtak megnyerni, úgyhogy ha jól számolok, a akkor azért jelentősen felülmúlták az április harmadikai sikereket arányaiban legalábbis a kormánypárti jelöltek. De, természetesen több oldalról lehetne ezt a kérdést, és lehet is megközelíteni. A, egyrészt a pártok, vagy a politikai szereplők szempontjából, a választok szempontjából, és a két választás típusa szempontjából. Ha a politikai szereplők oldalról nézzük a történetet, gondolhattuk volna akár azt is. Korábban ez persze éves távlatban, korábban alatt itt a 90-es éveket értem példának okáért, a 2000-es évek elejét. Volt olyan időszak a magyar politikának, amikor ez a bizonyos ingaszavazás volt jelen. Tehát az önkormányzat az egyik politikai oldal, nyerte, a parlamentet pedig a átszavazva, visszaszavazva a másik politikai oldal. Most persze közel volt egymáshoz az országgyűlési választás és az időközi választás, itt időközi választásokról beszélünk. A legközelebb 24-ben, 2024-ben lesz önkormányzati választás Magyarországon. Gondoltuk volna azt, hogy valahogy a választók kompenzálnak, vagy vissza a másik oldal felé kezdenek el húzni, ez nem történt meg. Persze ilyenkor mindig el kell mondani, hogy alacsony volt a részvétel, az időközi választásokon általában ez szokott történni. Nyárban az emberek már talán részben nyaralnak is, is, csak egy hosszú választási kampányon vagyunk túl, tehát a részben akár el is fáradhattak. De mindenesetre azt lehet mondani, hogy a Fidesz-KDNP nem, csak, nem, nem hogy gyengült, hanem erősödött, az ellenzék pedig nem tudott uh, uh, visszajönni abból a súlyos vereségből, amit április harmadikán uh, mértek a választók uh, rájuk. Uh, tehát uh, az előviszonyok nem változtak, vagy pedig még azt is mondhatnánk akár, hogy megerősítették a kormánypártokat az önkormányzati uh, választásokon. A választók szempontjából ugye itt az alacsony részvételt kell kiemelni, tehát uh, ezért óvok mindenkit, uh, akár a kormány uh, oldalon is hogy ebből hosszú távú következtetéseket vonjanak le. Ugye alacsony volt a részvétel, itt ezért nem feltétlenül indikatív ez az eredmény mondjuk 2024-re vonatkozóan. Azt viszont érdemes talán itt megemlíteni, hogy csak az a helyzet, hogy 2019. októberétől számos településen az ellenzék került többségbe. Akár a közgyűlésekben, akár pedig polgármester adott. És ez egy, az elmúlt 12-13 évben, ez mégis egy olyan alkalom volt 19-ben, hogy a kormányzati pozícióba kerültek, ha még csak önkormányzati pozícióba is, az ellenzéki formációk. Tehát lehetett volna a, a választók irányába akár úgy kommunikálni, akár úgy önkormányozni, hogy meggyőzzék róla őket hogy ők mégiscsak kormányképesek, tudnak eredményeket elérni, érdemes őket támogatni, és pont az ellenkezője történt, az olyan ellenzéki a kerületekben, lásd még a Budapesti 7. kerület, vagy a 8. kerület, ahol olyan méltán híres polgármesterek regnálnak, mint Niedermüller, Péter vagy Piku András, a súlyos vereséget szenvedtek. Tehát a helyi lakosok sem mondták azt itt a, a hétvégén, hogy hát igen, igen, nagyon eddig jól csinálták, amit csináltak, érdemes őket tovább, az ő jelöltjéket továbbra is támogatni. És ha már szóba került Józsefváros és az ottani időközi választás, akkor most élek a lehetőséggel, hogy itt van velünk a telefonvonal másik végén a Józsefvárosi Fidesz alelnöke kerületi önkormányzati képviselője, Szilágyi Demeter. Szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, üdvözlöm és a kedves hallgatókat! Ugye itt a nyolcadik kerületben egy nagy arányú győzelmet aratott a vasárnapi időközi választáson Gondos Judit, aki ezáltal a Fidesz frakciót erősíti plusz egy fővel egy olyan kerületben, ahol egyébként nagyon pikánsan alakulnak a politikai viszonyok, hiszen az ellenzéki frakció is néhány hónappal ezelőtt atomjaira hullott szét. Kérdés, hogy ez egyébként a döntéshozatalban majd mit jelent. Rend, de akkor térjünk először arra rá, hogy hogyan értékelik gondos a győzelmét, még az ilyen alacsony részvételi arány mellett is. Egyrészt nagyon örülünk neki, értelemszerűen, mert azt gondolom, hogy ez egy egyértelmű üzenet volt a Pico vezető a baloldali városvezetés irányába, hogy nem kérnek belőle többet, hogy itt elhangzott, a gyerek is, ahogy a Levente is itt mondta, hogy volt két és fél évük arra, hogy bizonyítsanak arra, hogy hogyan is képesek ők választ vezetni, mit tudnak csinálni. És ahogy ezt mi az elmúlt két és fél évben rendbe igyekeztünk bemutatni, hogy itt tulajdonképpen semmi nem történik, csak is kizárólag egy kommunikációs tükkök csomagja az, amit a Pikolmers az asztalra, de valóságos, tényleges, kézzel fogható teljesítmény nincsen mögöttük hova tovább semmi is kell elfoglalva, mint a saját politikai belharcaikkal, és ezt igenis az itt élők érzik. Koszosabbak a utcák, megüt a pénz a társasházak felújítására, nincs rendben a közbiztonság, úgy, mint két és fél évvel ezelőtt, és ezek igenis látszanak, és az én véleményem az, hogy a most vasárnapi eredmény ezt tükrözi. Azzal, hogy most egy fővel megnövekedett a Fidesz frakciónak a létszáma itt a Józsefvárosban, önök tudtak-e növelni esetleg az érdekérvényesítő képességükön, ha másért nem legalább az ott élők érdekében? Ebből a szempontból a képviselőtestület egy érdekes helyzet alakul ki, mert a Fidesz-KDNP frakció a legnagyobb frakció jelenleg Józsefvárosban, de a, a, a döntéshez szükséges... Mandátumok száma, még mindig a baloldal bal kezében van. Igaz, hogy ők most két részben vannak egyedül, ez egy új helyzet, nem tudjuk még, hogy pontosan mi lesz belőle. Az egészen biztos, hogy mi nem fogunk változtatni azon a politikán, amit az elmúlt két és fél évben folytattunk, hogy a József érdekében fogunk szót emelni a minden döntéssel kapcsolatban. Ez azt jelenti, hogy nem fogjuk azt hagyni, hogy a baloldal csak és kizárólag a politikai érdekei mentén, a politikai költségeit tanácsadókba, pozíciókba tettesse hanem igenis számukra is kérni, hogy itt hogy ígéreteket tettek a választók számára, mert ennek legalább egy részét kellene megvalósítani azért, hogy tovább haladjon ez a kerület. Azt gondolom, hogy ezzel a létszámmal, amivel most mi a, képviselőtestület, a képviselőtestületben, képviselőtestületben, képviselőtestületben jelen vagyunk, ez egy sokkal erőteljesebb felhatalmazást ad nekünk is, és egy sokkal jobb lehetőségeket arra, hogy ezt, hogy ezt érvényesíteni tudjuk, de azért látni kell, hogy a következő két és fél évben még mindig a malodali vezetés lesz az, akinek a döntési potenciál van a városvezetésben mi sokkal erőteljesebben tudunk kiállni szóval Még egy kérdés erejéig azt kérem, hogy maradjon velünk, hogy több településen, például Egerben is lehetett látni hasonló um, szétbomlását a 2019-ben győzelemre jutott ellenzéki erőknek, és hát ott folyamatos belharcok tarkítják a közéletet, ami nyilván gátolja, akadályozza jelentősen a munkát. Önöknél lehet-e látni ezt a fajta politikai, ennek a politikai harcnak a, a gyakorlati kivetülését, ami az ellenzéki oldalon megnyilvánul. Igen, ez, ez itáig a színfalat mögött zajlott, de azért az látható, hogy nagyon sok kérdésben, stratégiai kérdésben nem, nem születnek döntések. És ez ennek tudható be. Egyértelműen látszik egyébként, ez 2019-ben is látszott, hogy ez egy teljesen egészségtelen konstrukció, amiben itt a, a különböző pártok összeálltak, ez megmutatkozott át is harmadikán is, megmutatkozott azik most az önkormányzatokban a gyakorlati életben, hogy egész egyszerűen fontos kérdésekben nem tudnak egy irányba húzni, és ennek a látványos kivetülése József Városban az, hogy nem tudnak egyetlen egy értelmes fejlesztést sem felmutatni, ami az elmúlt két és fél évben egyetlen megindult volna, hanem hogy lezárult volna a el sem indult. És ez egyértelműen mutatja azt, hogy nem képesek egymással megegyezni, hogy akkor kinek milyen e, ígérete hogyan érvényesüljön és ez azt gondolom, hogy egyértelmű József Fárosi a kárára megy, mert a, a, a nincs ugyan -nincs nincsenek hangos nem nincsek hangosnak ki a, a nincsenek -nincs hangos nagy hiták, mint mondjuk a 9. kerületben, ami szinte egy érdekes terep, de, de ettől függetlenül az egyetlen értés az a, az egyhelyben toporgásban nyilvánul meg Józsefvárosban. Köszönöm szépen Szilágyi Demeternek, a József Fárosi Fidesz alelnökének, kerületi önkormányzati képviselőnek, hogy csatlakozott hozzánk, és további jó munkát kívánunk önöknek. Gondos Gyuritnak még természetesen gratulálunk. Viszont hallásra. Köszönjük szépen, viszont hallásra. Itt van még mindig velem Borosbánk Levente, és miközben hallgatta Szilágyi Demetert, hogy hallgattad Szilágyi Demetert, folyamatosan és intenzíven bólogattál úgy a kerület elhanyagoltságára, mint az ellenzéki belvitákra vonatkozóan. Ez Egyébként egy nagyon érdekes momentuma volt ennek az időközi választási dömpingnek, hogy úgy Pikó András, mint pedig Karácsony Gergely mindjárt az időközik eredményének nyilvánvalóvá válása után Gyakorlatilag beismerte azt, hogy az az ellenzéki oldalnak a, a hibája, a kommunikációs hibája, a működési hibája, a széthúzása, hogy ez az eredmény most így alakult. Ez országos szinten is látszik, vagy csak itt Budapesten, hogy ennyire széthullott az összeállt szivárványkoalíció? Hát ugye mégiscsak az a tapasztalat itt az ellenzéki oldalon, hogy a... Hogy a Mindegyik pártot központból irányítanak. Ez egyébként a helyes működés a politikának. Ez az alulról szerveződő mozgalmak és pártoknak a, 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 az ideje az vagy lejárt, vagy talán működött. És már láttuk egyébként itt az elmúlt években, hogy ahol akár csak többségbe is kerülhettek ezek az ellenzéki formációk, helyben akár össze is vesztek és egészen a központi vezetésig jutottak el ezek a, a problémák, akinek már megoldást kellett rá találni. Hát ott van Göd példája, ahol már az első választás követően, tehát az önközválasztás követően egymásnak estek az ellenzéki oldalon. Ugye ezt tapasztaltuk itt a fővárosban több helyütt, hogy az egységes a frakció darab, darabjaira hullott, és külön pártok pártfrakciók frakciók jöttek létre, és hát legutóbb például, hogy egy-két héttel ezelőtt, amikor a, DK és a Momentum ugrott össze a fővárosi szinten már, hogy ki, is legyen a, a Karácsony Gergelynek az alpolgármestere. Tehát ez mind azt mutatja, hogy, hogy nem, hogy, hogy kormányozni kezdtek volna 19-ben, hanem a párt érdekeket helyezték előtérbe, és a koncon kezdtek el marakodni. Hát persze végre pozícióba kerültek, tizen év után, és valószínűleg mindenki megörült ennek, hogy el tudja tartani a, a saját politikusait vagy politikus kezdeményeit. De végeredményben az emberek mit láttak? Az, hogy sem a főváros nem működik, sem azok a városok nem működnek feltétlenül, ahol az ellenzék került többségbe. Először április 3-án, most pedig a hétvégén mondták azt, hogy erre a típusú ellenzékre nincsen szükség. És én értem, hogy hogy több ellenzéki vezető, akár a főpolgármester is a, a, most már a diagnózis fel tudja állítani. De a, 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 az sem az orvosságról nincsen fogalmuk, sem pedig a kezelés módjáról. És egyébként pont ma reggel publikált a nézőpont Intézet a a pártpreferencia kutatását, és azt látjuk, hogy ellenzékváltó hangulat van az országban. É, és egyébként ezt legutóbb már Kizaj Péter fogalmazta meg, amikor őt pajzsra emelték, már lehet, hogy kevesen emlékszünk rá, azon a, a bizonyos előválasztáson, hogy ott a színpadon erről kezdett prédikálni az ellenzéki pártok előtt. De hát jelen pillanatban úgy néz ki a helyzet, hogy stabil a fidesz KDMP támogatottsága, és mindössze három pártot mérünk a bejutási gűszöv fölött, most országos Országgyűjölési preferenciákról beszélünk. Ez a Gyurcsánypárt, a frissen megjelkezett mi hazánk, és egyedül a kétfarkú kutya párt, amelyik 5% körül működik. A jobbik a momentum 4 4 áll, az LMPMSP párbeszéd pedig szinte nem is létezik. 1% körül a média nézőpontintézet, és azt látjuk, hogy van 12%-nyi. Olyan választó, aki ugyan ellenzéki attitűddel rendelkezik, de nem tudna jelen pillanatban ebből a párt a listából saját magának a politikai formációt választani. Ez pedig egyértelműen azt mutatja, hogy az a, az a politikusi garnitúra és azok a pártok, amik jelen pillanatban jelen vannak az ellenzéki oldalon, nem hogy kihívást nem tudnak támasztani a Fideszel szemben, hanem a, a, mint, mint egy negatív szavazat, hanem politikai alternatívát nem tudnak az emberek számára kínálni. Nagyjából két percünk van már csak hátra, most meg még választások nem nagyon jönnek, hogy beszéljünk az aktualitásokról. Most ebben a Parlamenti néhány napban elég komoly döntések születhetnek. Például egy olyan döntés, hogy 2024-ben a helyhatósági és az európai parlamenti választásokat lehetséges, hogy egyszerre rendeznék meg. Ugye ezzel kapcsolatban azért felvetődött az, hogy ez azért nagyon keretbe tenne az ellenzéknek. Erről neked mi a meglátásod, és tényleg nagyon szűken kettő percünk van már csak hátra ugye új helyzet van április követően, két oknál fogva, egyrészt egy ismétel kétharmad érkezett meg az Orbán kormány Orbán Viktor számára, másrészt pedig mégiscsak egy háborús szituáció vesz körül minket, ami önmagában kihatással van nem csak Magyarországra, hanem a környezetünkre és a világpolitikára is. Az, hogy, hogy van egy csapdahelyzet az ellenzék számára, hogyha egy időben lesznek a, az Európai Parlament és az önkormányzati választások, hát csak annak lehet csapdát állítani, aki esélye bele is esik. Tehát ha egy, ha egy jól felkészült politikai formáció van jelen a bárhol egyébként, ez legyen a kormánypárt, vagy legyen bármelyik ellenzéki párt, Uh, akkor bármilyen rendszer is uh, áll elő, vagy bármilyen struktúrában kerül sor a választásokra, uh, az nem okozhat nehézséget egy professzionális politikai erőnek. Akkor okozhat -e nehézséget, hogyha nem tudják, hogy kik ők, merre mennek, mit kínálnak, mit kínálnak a választóknak, egyáltalán mit akarnak és kivel. Uh, hogyha az alapvető politikai kérdéseket nem tudja az ellenzék megválaszolni saját magának sem, akkor édes mindegy, hogy egy napon, uh, vagy pedig különböző napokon vannak bármilyen választások, legyenek ezek országos, hogy helyi választások. Legyen ez a zárszó, mert hogy néhány másodperc múlva nyolc óra van, úgyhogy el kell köszönnöm Boros Bank Leventétől, a Média Nézőközpont igazgatójától. Köszönöm, hogy bejöttél ide Nagyon hozzánk. Szívessük.